Jó estét kívánok, szerintem jól fognak szórakozni az elkövetkező 30 percben. A társaság adott hozzá, rébuszokban beszéltem az imént, azt mondtam, hogy itt van egy bölcsész, politológus, politikus, egy újságíró, labdarúgó, játékvezető és egy ügyvéd. Hát nézzük akkor most őket név szerint. Vendégeim Kunhalmi Ágnes, szocialista képviselő, Magyar György ügyvéd, és Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője. És lássuk a napi szavazás állását. Ugye a mai kérdés az úgy szólt, hogy ön szerint a Fidesz valóban meg akarja-e politikailag semmisíteni Botka Lászlót? Meggyőző fölényben az igenek, 84% mondja azt, hogy igen, és 16% azt, hogy nem. Amióta megújult ez a műsor, azóta van nap híre, és nagyon érdekes látni, hogy bár délelőtt órákon keresztül nagyjából azonos arányok vannak, ilyenkor egy fél óra alatt, a műsor ideje alatt 1-2% mindig változik a vélemény. Kíváncsi vagyok, hogy ez ma is így lesz-e. Lássuk az első témát. A szegedi szocialista polgármester az ellene folyó kormánypárti lejárató kampányról azt állítja, hogy a Fidesz nem vitatkozik az ellenfeleivel, hanem meg akarja őket semmisíteni. Botka László szerint a Fidesz azért támadja ilyen vehemensen, akár hazugságokat terjesztve is, mert tudja, hogy a demokratikus baloldali programmal le fogja váltani Orbánt. Nos, tele van az ország plakátokkal, miszerint a miniszterelnök lop, egyes miniszterei lopnak, állítják a plakátok. Ennek ellenére debreceni időközi választás, gyulai időközi választás, az eredményeket ismerjük. A kérdésem úgy szól, hogy egyáltalán van-e politikai karaktergyilkosság Magyarországon? Mert mi az a plakátkampány, ha nem politikai karaktergyilkosság? Van, de erről új fejleményként azért nem emlékeznék meg Botka László helyében. Azt hiszem, hogy aki a magyar politikát azért a rendszerváltás óta követi, nagyjából tudja, hogy az utóbbi fél évtized eredményeként már azért rengeteg politikai karaktergyilkosságot nézhettünk végig. Az pedig, hogy meg akarja semmisíteni a Fidesz a politikai ellenfelét, az pedig a válasz nyilvánvalóan igen. Tehát ugye ez sem hiszem, hogy meglepetés lenne. A Botka Lászlóval, ha már vitatkoznom kell, akkor inkább a második felével vitatkoznék. Az arra sajnos kevés esély mutatkozik, hogy Orbán Viktort le akarnák váltani választópolgárok a jelenlegi számok alapján. De ez ellentmondás, Péter, mert hogy azt mondod, hogy igenis van politikai karaktergyilkosság, közben kint vannak a plakátok a vegytiszta politikai karaktergyilkosság, és nincs következménye. De ez nem, de abból a szempontból, hogy ne lenne következmény, vagy a következmények nem abban láthatók szerintem, hogy milyen eredmény születik a választásokon, ugye itt nem arról szól, ez nem egy építkező része a kampánynak, vagy a politikának, ez arról szól, hogy az ellenfeleket gyengítsük meg, vagy legalábbis árazzuk be. Hát ez a Fidesz politikának szerves része, hogy karaktergyilkosságokat hajt végre, azért ebből már sokat végignézhetünk, szerintem ebben nincs ellenmondás, ez a rendje a Fidesz politikának, ez egy része annak, amit művelnek. Összehúzott szemmel néztünk. Hát vitatkoznék sok kijelentéssel. Egyrészt nem igaz az, hogy nem váltanák le a Fideszt, hát a Mediánnak a mostani mérése tegnap jött ki, több mint 50%-a leváltaná és elzavarná Orbánt a fenébe, és ennek túlnyomó többsége Botka Lászlóban egyébként egy lehetséges olyan miniszterelnök jelöltet lát, akire szívesen szavazna. Botka László is tudta, és aki a politikában ma él, szerepel, az tudja, hogy egyébként ez a karaktergyilkosság el fogja őt érni előbb-utóbb. Csak nem gondoljuk azt, hogy majd Orbán hagyja, hogy Botka László csak úgy besétáljon a miniszterelnöki székbe, és őt elzavarja és leváltsa. Néhány nappal ezelőtt a Szegedi Lézerközpont avatásán Orbán kifejezetten elismeréssel beszélt Botka László városvezetői erényéről. Megütötte a fülemet. Ez csak azért történik, ugyanis a Fidesz nagyon durván bezuhant az elmúlt hónapokban a CEU botrány miatt. A középosztályt elvesztette, az értelmiséget elvesztette. És hát elég viccesnek tartom, hogy a miniszterelnök tudásközpontról beszél, miközben egy egyetem bezárását akar éppen politikai okok miatt megcsinálni. Én azt hiszem, hogy a karaktergyilkosság maradt a Fidesznek az utolsó eszköze ma a magyar közéletben. Ma nincs tere a normális politikai vitának Magyarországon. Megszűnt. Alig van olyan hely Magyarországon, ahol politikáról, oktatásról, egészségügyről, szociális piacgazdaságról, demokráciáról normálisan lehetne beszélni. A Fidesz vagy megöl valakit teljesen, vagy más választása nincs. Szerintem használjuk ki van. Ügyvéd úr, mi az a szótlanság? Hát én hagyom, hogy a többiek szerepeljenek, eleget szerepelek én már. Viszont nem értek egyet egyik felszólalónkkal sem. Azért jöttünk, hogy ne értsünk egyet, vagy kötelező egyetérteni. Nem, ez egy kávéházi, de vita. Vita beszélgetés. Kocsmába szoktak vitázni, de ez egy kávéház. Ágival kapcsolatosan azt mondanám, hogy még nem kellene végeredményt hirdetni, mert nincs végeredmény. Amikor ő azt állapította meg, hogy már nincs a Fidesznek egyéb eszköze, azt hiszem, ezt nem szabad elmagyarázni magunknak,
mert még elalszunk, és nem veszünk éberek, nem leszünk éberek. Nem ugyanarról beszéltünk a akkor. Másik, hát már nincs más eszköz, csak karaktergyilkosság, nem? Van még sok eszköz. Hát propaganda, gépezet és egyebek, így van. A sok másik eszközök. Pedig, amit a műsorvezető úr kérdezett, ezek a lejárató kampányok, meg ezek a lejárató plakátok, szerintem kicsi a jelentőségük, nem érdekli a választókat. Ezek a balhék nem érdeklik a választókat, nem is nekik szólnak. És a harmadik mondatom Botkával kapcsolatosan, én az ő helyében örülnék, ha engem ki akarnának nyírni, mert ez azt jelenti, hogy komolyan vesznek. Tehát azt gondolom, hogy egy versenyben, ahova ő belépett, ezzel ő számolt, sőt, meggyőződésem, hogy erősíti is az ő pozícióját, hogyha a Fidesz ilyen elánnal rohan neki, és őrültségekkel próbálja őt megváltani. Ha úgy van, ahogy ő mondja, és a gyerekeit például lesifotósok követik, annak az ember nem tud örülni. Én nem azt mondtam, hogy örüljön, tehát igen, olyan értelemben kell örülni, hogy versenytársnak tekintik. Nyilvánvalóan el kell szenvedni, aki erre a pályára lépett, annak ütésállónak kell lennie. Úgy látom, hogy ő ütésálló. A szocialisták azért választották őt, mert látszik benne ez az erő. Azért marad helyes szerintem a politikai vitának még Magyarországon, például ez a stúdió, akkor használjuk is ki. Szerintem a számok nem mutatják azt ma, hogy a baloldal megerősödött volna, azt sem mutatják, hogy a Fidesz bezuhant volna. Az, hogy valamilyen térvesztés van bizonyos társadalmi csoportok körében, az nem jelenti azt, hogy a Fidesz nem mutatna minden jele arra a jellegi számok alapján, hogy a Fidesz maga biztosan nyeri a 2018-as választásokat. Ez az egyik fel. A másik fele pedig, hogy akkor az ügyvéd úrra is vitatkozzak, ha már kávéházi vitaként jelenünk meg ebben a műsorban, az pedig az, hogy azt sem gondolom, hogy ezeknek a lejárató kampányoknak ne lenne hatása. Az, hogy ennek milyen szerepe van az egész gépezetben, az megint egy másik kérdés. Azért azt látjuk, hogy itt fölépült egy olyan alternatív nyilvánosság, amelyen belül, tehát nem számít, hogy erre reflektál-e valaki erre a lejárató kampányra, ami számít, hogy annak a közönségnek, amelynek el akarják vinni ezt az üzenetet, már pedig ez elsősorban a saját tábort jelenti. Mert azt jól látja a Fidesz, hogyha össze tudja tartani ezt a majd 2 milliónyi szavazóját, amely jelenleg megvan, és nem is látszik, hogy érdemben morzsolódna tovább, akkor az elégséges neki a választások megnyeréséhez, már pedig elég, ha ott lejáratja az ellenfeleit, vagy hatásos az a politika. Meg kell az Ákit védenem, mert amit ő mondott, az valóban egy friss médián kutatási eredmény. Igen, csak hadd szólaljak meg akkor. Nem így van. Tehát azt kell látni, hogy a Fidesznek a 2 milliós tábora megvan. Nem tettük zsebre még a győzelmet. Botka László és mi szocialisták is tudjuk, hogy újra a hitelességért, a szólás jogáért és azért, hogy visszaengedjenek bennünket a kormányzásban, nagyon kemény minden nap a bizalomért meg kell harcolni. Ma a közvélemény kutatási adatokból, de Budapesten és tegnap Békés településen egy viszonylag nagy fórumot tartottam, lényegében ugyanezt érzékelem. Két dolog van. A Fidesz elérte a saját magját, nagyon nagyra duzzadt egyébként azoknak a száma, akik leváltanák. Botka Lászlónak évtized óta az első olyan szocialista politikus is, de ellenzéki politikus is, aki ennyire népszerű és egyre elismertebb, és van egy másik változó, a számok megmutatása, hogy a szocialista pártnak felére csökkent a korábbi időszakhoz képest az elutasítottsága. Ez még nem zsebre tettük a győzelmet, de ez az első olyan dolog, ami nyitja a teret sok százezer új és millió szavazó felé, ezért nagyon keményen harcolunk. Hogy mondjam, azért ez a másik világa lenne, hogyha egy zsebre tette volna a győzelmet a Magyar Szocialista Párt, úgyhogy fele akkor sincs a támogatottsága. Csak ezt állította, erre reflektáltam. Én azt állítottam, hogy zsebre tette a győzelmet? Hát azt mondják, hogy én már nem is hirdetünk. Ezt mondottuk. Nem is hirdetünk, kampányban egy rossz hírünk, van. Az, hogy Botka László egy jó jelölt a Szocialista Pártnak, azon valószínűleg nem kell vitatkozni, de hogy önmagában a Szocialista Párt le tudja váltani az Orbán kormányt, az kizárható, nagyon-nagyon együtt kell működni sok mindenki. Mint ahogy a Szocialista Párt mindig is együttműködő volt, Horn Gyula, amikor egyedül 50%-ot nyert, akkor is koalíciót kötött az SZDSZ-szel, mi sosem voltunk magányosak. Hadd dobjak be egy új szempontot. Baj-e egy versengő demokráciában az, hogyha minden kiderül a jelöltekről? Ugye tudjuk, hogy az amerikai elnökválasztási kampányban tiszteletlenség, nehesség szólva a gatyájukba benéznek. Szívott el valaha egy füves cigarettát, volt-e homoszexuális kalandja, félrelépette a házasságában. Lehet, hogy ennek a köre jön el. Én, mint választópolgár, nem biztos, hogy ezt bánom. Derüljön ki róla. Volt-e bármilyen korrupció mind a két oldalon? Egy másik, kell-e miatt másik régi szocialistát szeretnék idézni, aki azt mondott, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Aki erre a pályára adja magát, és kiteszi magát ilyen küzdelmeknek, az legyen makulátlanul tiszta. A választók szerintem egyébként beároznak nagyon sok mindent. Az elvárások is néha nagyon ellentmondásosak. Én azt hiszem, ha akármennyire érthető ma egy kisebb stílű korrupciós ügynek tűnő dolog, mégiscsak látják azt, hogy ma rendszerszerűvé vált a lopás Magyarországon. Tehát én azt hiszem, hogy az emberek világosan tisztában vannak azzal, hogy ki az, aki normális és őszintén áll előttük, és
mondja el, hogy milyen van, vagy milyen nincs, vagy ha hibázott, akkor azt miért és miből történt, és teljesen máshogy állnak már a Fideszhez. Nincs szívem megtenni Péterrel, hogy tovább megyek a következő témára, zárszó. Csak igen, kettő mondat, hogy az viszont egészen világos, hogy a korrupciós narratívának is megvannak a korlátai, meg annyi kutatás bizonyítja, a választópolgárok beáraszták ezt, tehát csak a korrupcióval nem lehet levált a Fideszt, amennyiben a szociális biztonság, az egészségügy, amelyek a leginkább fontos témák a választópolgárok számára, ott nem látnak olyan alternatívát, amely számukra fontos, ez hallatszik. Akkor szerintem teljesen mindegy, hogy a korrupciót beárazzák-e vagy sem, mert az nem hoz önmagában változást. A korrupcióról beszéltünk, de egészen más témával folytatjuk, a Családbarát politikai intézményével. Újfent felháborodást keltett az MNB egyik döntése, nevezetesen, hogy Polt Péter a legfőbb ügyész friss diplomás lányát felvették, de éppen Polt felesége az, aki a banknál a személyzet ügyekért felel. Az ellenzék szerint ez így gyalázatos. Még a kormány szóvivő itt az ATV reggeli műsorában fejtette ki, nem érti, miért kellene bárkinek hátrányt szenvednie a családi kapcsolatai miatt. Ismerve Matolcsi úr ezzel kapcsolatos felfogását, én egészen biztos vagyok benne, hogy a Nemzeti Bankban csak olyanok dolgozhatnak, akik rendkívül magas színvonalon képesek végezni a munkájukat, védte Kovács Zoltán az MNB döntését. Ügyvéd úrhoz szól a kérdés, ugye jog és erkölcs nem szinonív fogalmak, ez közhely, de hogy van-e ebbe csont jogilag? Megítélésem szerint nincsen. Nincsen. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy kontrollja, egy kontroll szintje. A jog szerencsétlen nem képes arra, hogy mindent exakt módon kezeljen, szabályozzon. Jól is néznénk ki, ha mindenben lenne rendszerezve. Ez egy olyan világ, hogy mindenkinek belülről kell éreznie, hogy hol van annak a határa, ameddig elmehet, és ezek sajnos nem jogi, vagy nem sajnos erkölcsi határok. Tehát, hogyha én olyan helyre teszem a hozzátartozómat, amelynek összeférhetetlenségi látszata van, akkor én ezt meg kell, hogy fontoljam. Ha nincs ilyen látszata, annak a szerencsétlen diplomásnak el kell valahol helyezkedni. Én voltam jegybanki alkalmazott, és voltak házas párok az intézményben, soha nem egy osztályon, és soha nem aláfölé rendelt viszonyban, de lehetett tudni néhány párról, hogy egyébként azonos háztartásban. Ugye egy normális demokráciában, ha azt lenne Magyarország, egy normális ország lenne, vagy normális kormánya lenne, és normális demokrácia, és egy normális ügyészség lenne, amely kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyeket nem vizsgált ki, akkor ugye lehet, hogy nem olyan szinten vetődne ez fel, olyan durva erkölcs és etikai sértésként hallatszodna a fülünknek, hogyha Polt Péter nem akadályozná konkrétan azt, hogy kiderüljenek, hogy a haveri köröknek, meg a barátoknak és a családtagoknak vagy az MNB alapítványnak hogyan játszanak át MNB alapítványnak, stb. Vagy akár Tiborcról is beszélhetnénk, vagy Orbán Ráhel szállodáiról, napestig sorolhatnánk. Tehát itt a probléma azzal van, hogy van egy Polt Péter, aki lényegében megakadályozza azt, hogy bármilyen korrupciós ügy kiderüljön Orbánék házatájáról. Ezzel van a probléma, nem önmagában a lányáról. És egyébként megértem azokat a fiatalokat, akik friss diplomások, azt érzik ma Magyarországon, ha nincs egy fideszes barátod, nem tudok elhelyezkedni, azt látják, hogy szeretné egy vidéki édesanyja, édesapa bejuttatni a CEU-ra a saját gyerekét, vagy egy jobb budapesti egyetemre, miközben Orbán Ráhel, Áder Orsolya meg olyan egyetemre járnak, mint például a CEU. Tehát ezek azok a problémák, hogy nekik jár, nekünk meg nem jár, és még egyszer mondom, itt a papának a tevékenysége az, ami óriási kérdőjeleket hagy maga után. Ugye Kunhalmi Ágnes említette az alapítványok, hogy ott volt még a Questor szerintem, ahol szintén az ügyészség azt mondta, hogy nincs vizsgálni való az MTV házatáján. Szerintem ez a történet minden elemében visszataszító. Ha itt lépésről lépésre adunk, akkor arról van szó, hogy van egy korábbi Fidesz képviselőjelöltöt, Polt Péternek hívják, minden Fidesz kormányzás alkalmával ő lesz a legfőbb ügyész Magyarországon, ezt nagyjából most már tudjuk. Ezek után az ő felesége bekerül a Magyar Nemzeti Bank vezetésébe, úgyhogy ő felelős a személyzeti politikáért. Továbbá korábban az a jegybanki alapítványoknál is pozícióban volt. Több millió, 5 millió forintot keres emlékeim szerint havonta. Ezek az alapítványok elküldenek irdatlan pénzt, úgyhogy azok elvesztik szándékuk szerint közpénzjellegüket. Az Alkotmánybíróságnak köszönhetően végül nem teljesen vesztették el közpénzjellegüket. Az legfőbb ügyész nem vizsgálja ezeket a költéseket, miközben a felesége ott dolgozik ebben a jegybankban, majd ez a jegybank ezzel a személyzeti vezetővel fölveszi a legfőbb ügyész lányát. Én azt gondolom, hogy ha ezt leírjuk valahogy egymás után, akkor ez különösképp kommentára nem szorul. Ez egész minden ebben visszataszító történet. Azt gondolom, hogy ha félretennénk mindent, tehát ha csak az a helyzet állna elő, hogy a lány, a legfőbb ügyész lánya felvételezik
valahova, ahol a legfőbb ügyész felesége a jegybank, vagy a legfőbb ügyész felesége felel a személyzeti politikáért, én azt gondolom, hogy akkor is helyesebb, hogyha más szervezetet választ, még akár állami szervezetet is, és nem feltétlenül olyat, ahol a édesapjának a felesége tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy itt erkölcsi és morális korlátokat a Fidesz már régen elfelejtett, de azt hiszem, most már olyan pontoknál vagyunk, az az értetlenség, ami Kovács Zoltánon látszott ma reggel az ATV és reggeli Start című műsorában, hogy nem értette, hogy mi a probléma, az azt hiszem már tényleg egészen kivételes cinizmus. Hát, fordítsuk meg a logikát. El tudják-e képzelni azt, hogy Polt Péternek vagy Matolcsi Györgynek nincs olyan kapcsolatrendszere, hogy ne tudna Polt Petrának bárhol máshol Magyarországon állást találni? Hogy ne tudná őt a MOL-ba, az MVM-be, vagy bárhova máshova felvetetni. Mert ez adott esetben mutathatja a dolog tisztaságát is. Ha én el akarnám őt tüntetni, felvenném a telefont, és felhívnám valamelyik pajtásomat, hogy vegyétek oda magatokhoz. De nem ezt csinálja, felveszi a Nemzeti Bankba. Erről beszéltem, hogy hiányzik ez az önkontroll. Nincs meg az ügy kultúrája. De lehet, hogy nem alakoskodik, nem önkontroll. Hát én azt gondolom, hogy nem érzi azt, amiről mi most itt beszélgetni kényszerülünk. Mi arról vagyunk kényszerülve beszélni, amit elmondott Ági, hogy ilyen történelmi előzmények állnak ennek az ügynek a hátterében. Következésképpen nem szabad ezt megkísérelni, mert nagyon rossz az optikája. Nem szabad ilyenbe belebonyolódni. És ennek nem karaktergyilkosság lesz a következménye, hanem az emberek levonják azt a következtetést, hogy Magyarországon újra protekcionizmus van, vagy feudalista rendszer van, és hűbéri rendszer áll össze, és az egyik a másikának, hogy mondjam, segít. Ez a legszomorúbb része talán az egésznek egyébként, most félretéve mindent, hogyha azt nézzük, hogy az elit két, tehát a csúcs elit két tagja, akik nem is tudom együtt hány millió forintot visznek haza havonta, nem szereti annyira hazáját, hogy megengedi azt, hogy a saját gyermekét nem helyezi el állami állásba, vagy legalábbis nem asszisztál ahhoz, hogy állami állásba kerüljön, miközben vannak az országnak olyan régiói, komplet régiói, amik az Európai Unió legnyomorultabb térségei közé tartoznak, olyan gyerekek, kiváló tehetség, aki képtelenek kitörni, és nem arra fordítják az energiájukat, hogy ösztöndíjprogramokat hozzanak létre nekük, hanem hogy a saját lányukat valamiképpen elhelyezik, és ide érteném egyébként azt is, ha az MVM-nél vagy a MOL-nál szereznek neki állást, teljes mértékben igazságtalannak és visszataszítanak tartom, és azt is, hogy ezek az emberek, vagy ez a rendszer utána a magyar emberekről beszél, vagy a magyar népről beszél, vagy a hazaszeretetről beszél, ez minden szemben áll. Egy kiegészítő mondatot tessék nekem megengedni. Kettő darab független, óriás intézményről beszélünk. Az egyik az ügyészség, a másik a Nemzeti nem Bank. Nem független. Elnézést. De függetlennek kell lennie. De ez így van, csak hogy már nem azok. Berendezkedésből fakadóan. Az a baj, hogy a Nemzeti Bank intézményeit az alapítványokon keresztül egyfajta kifizető helyé tették. És azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy ezt meg lehet csinálni. Egyrészt mi bármit pökhendi módon megcsinálhatunk. Nekünk jár, egyébként csak annak jár, aki velünk jóban van. Ágika, erről van szó, hogy ezeket a független, alapvetően, alapvetésszerűen független intézményeket tessék szíves lenni, ha hatalomra tetszik kerülni majd, és meg sikerülne az, amit ő már végeredményként előrehozott az előbb, akkor szíveskedjenek a független intézményeknek visszaadni a függetlenséget, mert másképp nem működik a demokrácia. Ez Bocska László első programpontja. Azon gondolkoztam, hogyha egy fideszes politikus mondta volna ezt Kunhalmi Ágnesnek, hogy Ágika, akkor szerintem itt most kőköven nem marad. Az én koromban már mindent szabad mondani, ő nem fog ezen megsértődni. Jó, mit kezdjünk azzal a rossz érzéssel, ami engem akkor is elfog, amikor a 888 Vona Gáborról ír, Tóbiás József feleségéről, tehát amikor elővesznek családi ügyeket, ami szerintem maga a hány inger. És most tulajdonképpen itt is arról beszélünk, hogy Polt Péter saját lánya, az kerülhet-e abba a jegybankba, ahol Polt Péter felesége a személyzeti főnök. Ez közpénzről szól, és a magyar emberek pénzéből eltartott közintézményekről beszélünk. Tehát ebben az értelemben szerintem nem is kérdés, tehát akik azt vállalják, hogy oda beteszik a lábukat, és a közhatalmat valamilyen módon gyakorló vagy ellenőrző intézményeknél dolgoznak, azok azt vállalják, hogy a magyar emberek, ha lehet így hívni magunkat, nem csak másoknak, kontrollálják majd őket, és kikérik maguknak, hogyha ilyen dolgokat látnak, amit ők. Tehát ezért nem összetéveszthető azzal, amikor mit tudom én, Simicska nyomában paparazzuk. Szerintem semmiképpen nem vethető össze. Hát az sem egy kellemes program. Ott is föl kellett háborodni. Simicska Lajos is, meg a családja is többször elővették már, hogy a családot tessék kérem tabuként kezelni, mert mi is tudunk olyat mondani, ami nem tesz jót. Nem biztos, hogy ez megint a magyar politikai kultúrának lesz a felemelkedésének a változata. De az előző ügyel összefüggésben még annyit szerettem volna mondani, hogy tényleg nagyon nagy a baj, amikor ezt nem érzik az illetékesek. Tehát ők maguk belemennek ebbe. Miért? Mert már nincsenek korlátok, és nincsenek gátlások. Tehát bele tudnak menni ilyen, hogy mondjátok a te futballpályátokon? Csínybe.
belemennek a csínybe. Van saját futballpályán? Persze, jó, neked van mindened neked, de a történetnek nem is ez a lényeg. Hát egy játékvezetőnek sokszor az édesanyját emlegetik, aminek van alapja zsetvetettem, hagyjuk ezt félre. De azt gondolom, hogy itt nem szabad, hogy két ilyen tényleg nagyon nagy hatalmú intézménynek olyan szint mutatni. Egyébként a jogvilágában nagyon gyakran előfordul, az eljárások szabályozzak is, hiszen mindenki ugyanazt az egyetemet végezte, házaspárok keletkeznek, bíró lesz az egyikőjük, ügyész lesz a másikójuk, ügyvéd lesz a harmadik fele, ha lenne három fele egy ilyen családnak, akkor viszont itt a bíróságoknál már megszatározzák, hogy nem működhetnek egy ügyben. Tehát ez egészen evidencia. Szeretném azt hinni, hogy nincs igazuk, mert hogy ez most borzasztó sután fog hangzani, azt mondani, hogy 5 millió forint, havi 5 millió forint az piti összeg, mert persze borzasztóan sok pénz. De hogy ezért a legfőbb ügyész eladja a becsületét, ezt nem szeretném elhinni. Még akkor se, hogyha 12-szer havi 5 millió forintot visz haza a felesége, az évi 60 millió forint az egy budapesti jobb öröklakás ára. Ezért elképzelhető, hogy Magyarország legfőbb ügyésze azt mondja, hogy fusson valaki a Nemzeti Bank pénzével. Én szerintem évi 60 millió forint. Ők már ezt a szót se ismerik lényegében, hogy becsület. Tehát nincsenek már gátlás. Régen nincsenek gátlások, nincsenek. Ahogy ezt ügyvéd úr mondja, megszűnt minden, nem érdekli őket. Nem érdekli őket semmi lényegében. Egy dolog érdekli, hogy a saját pénztárcájuk meg a zsebük tele legyen, a saját családtagok el legyenek látva, és egyébként, hogy valahogy megmeneküljenek az igazságszolgáltatás elől. Erről szól lényegében az életük, és ezért semmi sem szent. Egyik nap egyetemet fognak bezárni, másik nap valakire ráfognak valamit, karaktergyilkolnak, át kell gázolni mindenkit. Csak egy szó a karaktergyilkossághoz. A Szocialista Pártnak van egy videója, arról szól, hogy a Fidesz az erőszak pártja. Habony Árpád nyugdíjasokat ver. Akkor csak finoman a karaktergyilkossággal. Ezek tényeket mutatnak be, hát ma újságírókat rángatnak meg, aztán a miniszterelnök belerúg a saját amerikai nagykövetébe olyan mértékben, hogy a legedzettebb politikusoknak is kifordul a gyomra. A ötöt számú pártakkönyvvel rendelkező azt mondja, hogy a taknyukon meg a vérükön kell kirángatni, és nem határolódik el, nem hogy nem vonják vissza a keresztjét, hanem konkrétan el se határolódnak tőle. Igen, az erőszak az ugyanennek az eleme, hogy lényegében hatalmazást ad, amikor a saját gyerekedet foglalkoztatod, amikor nem határolódsz el ettől a gyűlöletkeltéstől és ez az agresszív beszédtől, ez azt mondja, mutatja a társadalomnak, hogy ez legitim közlekedési csatorna ma Magyarországon. Megtesszük, mert megtesszük. Tehát felhatalmaz a lényegében mindenkit arra, hogy a mi világ, hogy bánjatok egymással úgy, meg köpjétek le úgy egymást, ahogy csak akarjátok. Ebben ez a legnagyobb veszély. Ami az eredeti kérdés illeti, hogy a mondjuk Polt Péter tevékenységét érintette, ott szerintem majd egyszer vége lesz ennek, amiben élünk, akkor, és ugyanez a kérdés elhangzik, akkor Mészáros Lőrinc fényképét szerintem elég lesz bevágni erre válaszként, és akkor aki arra ránéz, majd utána azt állítja, hogy a magyar ügyészség elvégezte a dolgát ebben a 8 év, vagy 8, majd kiderül, hogy 12-16 évben, Polt Péter vezetésével, akkor az azt hiszem, hogy némi mosolyt fog kelteni a közönség soraiba. Na, ha már mosolyra beszéltél, nézzük a mosolygós Orbán Viktort, ez a mai utolsó téma. NATO csúcsot rendeztek Brüsszelben, amelyen első ízben Donald Trump is részt vett. Orbán Viktor is elutazott a belga fővárosba, ahol találkozott az amerikai elnökkel, négy szemközti egyeztetésre azonban nem került sor. A fényképezésre menet Trump oldalán Orbánnal egy másik miniszterelnököt félretolva előre tolakodott a találkozón. A jelenet bejárta a világ sajtót. Jobb kézzel balra eltol. Mi történt itt? Óriási jelenet, szerint? Nem? Óriási a jelenet. Nagyon, nagyon szórakozott. Én is többször megnéztem, én nem tudtam megfejteni. Az nyilvánvaló, hogy Trump előtérben akar lenni, tehát nem bírja elviselni azt, hogy a világ vezető hatalmának uraként nem ő megy elől. Megtetszett válaszolni a kérdésre. De az orbáni mosoly az minek szól vajon? Az orbáni mosoly annak szól, hogy ez egy egyoldalú szerelem az ő vonatkozásában. Ő nagyon szeretné, ha az Amerikai Egyesült Államok elnöke ölébe kapná, hozná, vinné és mindig dicsérné. És ez eddig nem jött be. Ezért oda kell állni mellé és együtt mosolyognak. Na de ettől még az elnöknek ez a magatartása, megítélésem szerint elég kritikus, azért aggályos, mert ő neki azért, amikor megszerezte ezt a hatalmas pozíciót, a világ első államának, első emberének lenni, nem adtak hozzá kultúrát, nem adtak hozzá ízlést. És én azt gondolom, hogy akkor járna helyesen, hogyha minél visszafogottabb lenne. És egy ilyen helyezkedést egy fotózásnál szerintem a protokollosnak kellene megoldania, és intézkedni, hogy a fő vendég az elől állhasson. Ha van mellette egy jó barát, ha nincs mellette jó barát, ő látszódjon.
Igen, egyetértek ügyvéd úrral, hogy kibukott egyrészt Trump úrból, elnök úrból a saját személyisége újfent megmutatkozott, bár én nagyon szeretem azokat a képsorokat is látni, amikor a feleség egy picit rácsap a kezére, Melania, ahogy rendre rakja a saját urát, ha szabad ilyet mondani. De hát Orbánon az látszik, hogy egyrészt van egy kínos mosoly rajta. Örül annak, hogy végre nagyon közel tud kerülni a kedvenc politikusához, de nem tudom, és ezt kellett volna megkérdezni valakinek Orbán úrtól, hogy például, ha már ilyen közel kerültek egymáshoz, ki akarta csikarni a CEU-val kapcsolatban az állásfoglalását a Trump úrnak, akkor elbeszélgettek-e, hogy akkor mit csináljon ezzel a Soros Egyetemmel itt? Nem tudom, hogy ez felvetődött-e kettőjük között. Én olyan kíváncsi lennék, és remélem hétfőn a parlamentben meg is kérdezhetjük tőle ezt. Képviselőasszony, hát ez egy NATO csúcs találkozó volt, ott nyilván nem lehet előhozakodni a CEU ügyével, sose volt. Ha ilyen közel vagyok az amerikai elnökhöz, és már 2002 óta lényegében nem tudom betenni az amerikaiakhoz a lábam, akkor csak kihasználom, hogy ilyen közel vagyok hozzá. Kedves elnök asszony, hogy ne ágikázok soha többet az életbe. Azt azért, hagyj jegyezzem meg, hogy egy ilyen beszélgetéshez két partner kell. Tehát egy oldalon beszélgetni, ez azt beállt, igen. Péter? Nem tudom, én kevéssé vagyok ilyen mozdulat esztéta ebből a tekintetben. Ilyen konszenzus volt a ügyvéd úr és képviselő asszony között abban, hogy Orbán Viktor nem nevette ki a montenegrói miniszterelnököt, akit ugye akkor bólintottak, hanem ő vélhetően csak örült annak a helyzetnek, hogy ilyen közel lehet egy nagy ember. Hát hangulatesztéta sem vagyok, az a rossz hírem. Nem tudom, hogy Orbán Viktor minek örült, vagy miért mosolygott. Kevés is tartom relevánsnak, az az igazság. Orbán Viktor naponta több hoz olyan politikai döntést, amelynek kommentálására kíváncsi lennék egyébként tőle, ha már kérdezni lehet, ez ugye ritkán fordul, hogy Orbán Viktor meg lehet kérdezni bármiről, tehát ugye ez ebben a tekintetben azt mondom, az ellenzéki sajtónak nem sikerült második kormányfői ciklusa óta biztosan, de lehet, hogy még régebben, úgyhogy ebben a tekintetben én nem a mosolyról faggatnám először, hogyha találkoznék vele, de mondom, erre viszonylag kevés esély mutatkozik. Érdekes, tehát a montenegrói miniszterelnököt megkérdezni, vagy megkérdezték-e otthon, hogy mégis mit szólt miniszterelnök, odébb taszajtották. Egyáltalán ugye az is kérdés, hogy vajon láthatta-e Orbán Viktor azt, hogy mi történt a túloldalon, mert Trump elnök úr meglehetősen válasz magas ember. Orbán Viktor mindent lát, mindent tud. Következésképpen ne tételezzük fel róla, hogy nincs a helyzet magaslatán. Nem tudott magaslatra emelkedni, ezért kellett neki ott Trump mellett bizonyos pozíciókat fölvenni. A testbeszéd nagyon árulkodik, ezt nagyon jól tetszik érezni. Ha Péter nem is érte ehhez, mi se értünk hozzá, de a nézőket nagyon jól szórakoztatjuk. Maradjunk annyiban, ha nem is Trump fölött, a hóna alatt talán. Nem vagyunk mi rossz szándékúak, azt hiszem. Nem, egyáltalán nem cinikusak sem. Nem. CEU ügy, ugye Kunhalmi Ágnes szóba hozta, hogy itt lett volna a remek alkalom. A kérdés az, hogy mit gondolnak arról, hogy egyáltalán akarja a kormány megoldani ezt a CEU ügyet. Ugye, ha igaz az a feltételezés, hogy az egész sorosozás, a CEU ügy az kampánytéma, akkor ez addig lehet kampánytéma, amíg ügy van. Ha az ügy megoldódik, kifújt a szél a vitorlából. Nyilvánvalóan nem szeretné a kormány módosítani ezt a felsőoktatási törvényt. Hát akkor ez lehet, hogy válasz Kunhalmi Ágnes felvetésére. Semmilyen módon nem szándéka, ez nyilvánvaló, ez egy valamiképpen oldható fel a konfliktus, amennyiben az amerikai kormány elegendő nyomást helyez Orbán Viktorra, amiatt, hogy a CEU így ebben a formában tovább működjön, akkor tovább működik, vagy az Európai Néppárt és a Európa Parlamenti Bizottság, ha pedig nem, akkor be fogják zárni. Bár tudjuk, hogy ők nem bezárják, csupán egy törvényt módosítottak, de az lesz a következmény, és a kampány során végig sorosozhatnak ezzel a témával. Tehát itt szerintem viszonylag egyszerű a képlet, ez csak és kizárólag az amerikai nyomás gyakorláson múlik már. Ja, alapvetően egyetértek a diagnózissal, de nagyon szomorúsággal tölt el, hogy az egyik legjobb egyetemünk, hanem a legjobb egyetemünk, az konkrétan tényleg a kivéreztetésig fogja Orbán vinni, mert nem érdekli az, hogy mi van az egyetemmel, nem érdekli az, hogy mi van a felsőoktatással vagy a magyar gyerekekkel, az érdekli, hogy a saját csapatának, mármint a szavazóinak fel tudjon mutatni egy ellenség képet. Ez az egész erről szól, tehát nem drága neki semmi, hogy beszántsa azért, hogy hatalmon tudjon maradni, de hát körbe hazudta itt a világot. Hát meghazudtolta az amerikaiakat, azt állította ugye, hogy lehet, hogy az amerikaiak szövetségi szinten lehet ilyen törvényt hozni, nem lehet. Azt mondta, hogy New York államnak a levelére várnak, hát New York államot meg se keresték a kormány, ugye már most már másnap kiderült, hogy a kormányzó csak bejelentkezett, most már nem nagyon tudnak mit tenni, de hát valamelyik nap Gulyás Gergely ki is mondta, azt hiszem Mészáros Antóniánál az Egyenes beszéd műsorában, hogy nagyon nagy probléma lenne, és károkat okoznak Magyarországgal azzal, hogyha egy ilyen rangú egyetem elmegy. Úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy veszélyes.
veszteség. Ez így van. Egyetlen egy költői kérdést szeretnék föltenni a végén. Ha nem, hogy kérdés, zárszó. Zárszó kérdésként szeretném feltenni. Az utolsó szó jogán, hogy legyen stílszerű. Azt kérdezem, hogy jó a mi hazánknak az, hogyha nem a nyugathoz tartozunk, hanem leszakadunk, perifériára kerülünk, majd keresünk új barátokat? Szerintem nem jó. A hatalomért nem szabad egy országot feláldozni. Köszönöm szépen. Itt a vége. Nézzünk rá gyorsan a szavazásra. Ugye az adás elején 84-16 volt az arány. No, ez nem változott semmit. 4300-an nyomtak gombot. Köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak voltak. Azt ígértem fél órával ezelőtt, hogy kellemes fél óránk lesz. Én jól éreztem magam, remélem, hogy önök is, meg önök is. Minden jót, hétfőn Havas Henrik fog ülni ebben a székben. Viszontlátásra!